New York-i táncegyüttes a Kisfaludi teremben. A Battery Dance Company két napot töltött Győrben. Szerdán 3-3 órás tréningeket tartottak a Győri Tánc és Képzőművészeti Iskolában, valamint a teátrumban. Csütörtökön pedig a balettosokkal edzettek. Az Autobiografika a tengeren túli társulat születését mutatja be, lüktető zenével és a táncosoktól is sokat követelő koreográfiával. Kis János, a Győri Társulat igazgatója úgy véli, fontos, hogy a győri művészek folyamatosan képezzék magukat. Ez pedig kitűnő alkalom, ha vendégül láthatnak külföldi csapatokat, akik új technikákat és mozgásvilágot mutathatnak be. Persze ez fordítva is igaz. Mi a testünkből élünk, a testünket esszük meg, tehát ezt a rövid időt, ezt a 20-25 évet, ezt nagyon jól be kell sűríteni. Tehát minél többet, minél jobban kell az embernek dolgoznia, és minél több stílusban megmutatnia magát. Úgyhogy ebben szerintem nagyon nagy szerencséje van a társulatnak, mert ugye rengeteget utazunk. Természetesen a Battery Dance Company képviselői is elismerően nyilatkoztak a magyar tehetségekről. And what they found was the high level of skill. Az órák alatt azt tapasztalták táncosaink, hogy Győrben nagyon magas szinten tanulják a gyerekek a táncművészetet, és ez itt a balettnál is érezhető. Van egy óriási kreativitás a csapatban, és ez nagyon ritka és becsülendő érték. Amit mi hazaviszünk élményt New Yorkba, az a helyi kultúra, amit koreográfusaink és táncosaink biztosan beépítenek a jövőben a produkcióinkba. Adam Salem híradónknak azt is elárulta, hogy szeretnék tovább építeni ezt a jó kapcsolatot a két társulat között, így a 9. Magyar Táncfesztiválra biztosan ellátogatnak, viszontzásul pedig várhatóan a győri csapatot is meghívják a New York-i kavalkádra.